Sziasztok! A török első osztályú bajnokság a Super League hatodik fordulójában került sor a Super Rangadóra. A két vezető helyen lévő csapat a Fenerbács és a Galatasaray, a török labdarúgás két nagy nagy csapata, ez olyan, mint a Ferencváros és az Újpest csapott össze, a Fenerbahce játszott otthon, a Galatasaray idegenben, és erről önmagában nem beszélnék erről a mérkőzésről, ha nem lépett volna pályára Salai Roli. Salai Roli már egyébként egy, egy elég magabiztos 3-1-es vezetésnél lépett pályára, a Galatasaray vezetett, ami hát az eléggé meglepő, hiszen a Fenerbahce otthonában kevés csapattól kap ki, különösen, hogy Mourinho, Murignyó az edzőjük, tehát a török bajnokság fényévekkel a magyar bajnokság mögött, fölött, fölött, van, tehát sokkal jobb, ezt rögzítsük, mielőtt bármiről is beszélünk, és a Galatasaray egy, egy olyan profi klub, amelyik a Bundesligában is simán megállná a helyét, de a Fenerbahce is első osztályú, Bundesliga első osztályú csapat lenne, és a magyar bajnokságot az utcahosszal nyerné meg a Fradi előtt, mind a Galatasaray, mind a Fenerbahce, Tény, másképpen nem, nem, érdemes ezt közelíteni. Aki látta ezt a meccset, az pontosan el tudja mondani, hogy elég kiegyenlített volt, tehát tulajdonképpen akár, akár az ellenkező eredmény született volna, de szerintem senkit nem érdekel hanem az érdekel, hogy a Salai Roli a 75. percből beállt, és mi a 6 perc hosszabbítás volt, ezért 21 percet volt a pályán, ne tévesszem meg benneteket a különböző értékelő oldalakon szereplő 15 perc, mert ők a, a, rendes játékidő végével a perc számolást abba hagyják, tehát nem írják hozzá a pluszt. Ami ennél sokkal lényegesebb, hogy mindjárt, hogy pályára lépett labdát szerzett, és Oszimhennek átadta, becsúszva szerezte a labdát, és Oszimhen előtte a fenébe a, a, kiváló, akár golpasznak is számítható paszt, kiharcolt egy szabadrugást, amit szintén elszórakoztak, illetve ami még lényeges, hogy hátul is nagyon sokat segített, egyszer szerelt, egyszer hazaadta, megjátszható volt, volt egy szabálytalansága, és egyébként, után ellene ítéltek szabályt, ö, szabadrúgást, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nagyon agilisan, nagyon keményen, nagyon jól állt be a mérkőzésbe, és a Martens nevű játékos helyet ugye cserélték be, vagy Mertens nevű játékos helyet cserélték be, aki egy ismert ismert focista, ő volt az első cseréje a Galatasaraynak, ez mindenképpen biztató, és a jobb oldalra tették ilyen jobboldali középpályás, jobboldali futó pozícióban, tehát azt kell mondjam nektek, hogy ennek maximálisan megfelelt, és úgy gondolom, hogy, hogy a továbbiakban egyrészt lehet arra számítani, hogy egyre több mérkőzésen fog játszani, és egyre hosszabb időt, én azt gondolom. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon biztató volt a kezdés, látszik, hogy érti ezt a gyors játékot, amit csinálnak, bele tud kapcsolódni, agilis, harcos, tehát tetszik a közönségnek is, nagyon megtapsolták a különböző akcióit. Egyébként valami elképesztő hangulat van, tehát ezt nem lehet hogy micsoda hangulat van egy ilyen Galatasaray Fenerbahce mérkőzésen, ami viszont tény, hogy ugye a, a Galatasaray most ezzel a győzelemmel 6 mérkőzésből, 6 győzelemmel, 25-ös gólaránnyal fölényesen vezeti már most a török bajnokságot, 6 ponttal a Fenerbahce előtt, tehát ez az úgynevezett 6 pontos mérkőzés volt, mert idegenben legyőzni a Fenert, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy egy óriási plusz jelent a számukra. Szóval miközben a magyar közönség nézi a rendkívül izgalmas izgalmas Nyíregyháza Debrecen meccset, a közben pedig Salai Roli kiválóan debütál a saját csapatában, és ennek azt gondolom, hogy örülni kell, mert a magyar válogatott szempontjából nagyon fontos, hogy Salai minél többet játszom, minél több legyen, és az, hogy ő benne van akarat a azt a török közönség most már ezen a meccs is megtapasztalhatta, és minél többet játszik majd ebben a csapatban, annál tovább fogják megtapasztalni. Úgyhogy nagyon jó kezdés volt, ennél már csak az lett a jobb, ha rúg egy gólt, de hát ez ez ugye gólhelyzetek kellettek volna, minden esetre amit lehetett megtett, és az értékelő oldalakon hetes körüli eredményt kapott erre a 21 perc játékra. Köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számra számon, Hajrá Magyarország, hajrá Salai Roland, a jó Isten áldjon meg mindenkit!